Magyarország mintegy 100 000 eurós támogatásával állították helyre, és rendezték be az egykori Topalov raktár épületében a múzeumot. Csúrogon Pintér Attila is köszönetben részesült. A belgrádi magyar nagykövet úgy fogalmazott, a szerb és a magyar nép közötti megbékélés példaértékű gyermekeink számára, amellyel biztosítottuk jövőjüket. Közös kormányzati üléseket szervezünk, immáron a negyedik közös kormányülésen vagyunk túl. Ezzel párhuzamosan a felső szintű, magas szintű találkozóknak a számát bevallom őszintén már lassan nem tudom megmondani, hiszen olyan szintre emelkedett a kétoldalú kapcsolatoknak ez a kategóriája, amely hihetetlen a két ország kapcsolataiban. A diplomata köszönetet mondott Pásztor Istvánnak a szerb-magyar megbékélési folyamatban tett erőfeszítéseiért. A tartományi képviselőház és a VMS elnöke is elismerésben részesült. Kiemelte, egy civilizációs teljesítmény az, amelyet a magyarok és a szerbek az utóbbi időszakban végeztek el, különösen a 2013-as közös elnöki főhajtással. Hozzátette, a Magyar-Szerb Akadémiai Történész Vegyes Bizottság többé-kevésbé már befejezte feltáró munkáját, a közös eredményeket most bemutathatják. Van itt rengeteg olyan dolog, ami még várat magára, többek között esetleg a tömegsíroknak a föltárása és sok minden más. De az a fontos, hogy ez a folyamat elindult, és az a fontos, hogy ilyen jellegű folyamat az egész térségben máshol nincsen. Ha erre képesek a magyarok és a szervek, akkor azt gondolom, hogy nem rajtuk múlik, hogy ezek a szomszédokkal, a szomszédos népekkel, akikkel úgy szintén van közös történelmi érintkezés, nem megy. Az igazi köszönet azokat illeti, akik az előző évtizedekben is kiálltak a magyar-szerb megbékélés folyamata mellett, amikor ezt a politika még nem támogatta, mondta Babits János, akinek munkáját szintén megköszönték Csúrogon. A szabadkai magyar főkonzul aláhúzta, az elmúlt időszak eseményei által ma a magyarok és a szerbek kapcsolatának legjobb korszakát éljük meg. Számos olyan segítője van ennek a folyamatnak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ma Csúrog a magyar-szerb történelmi megbékélésnek a legemblematikusabb és a legfontosabb emlékhelyévé vált, mind a két emlékművet értem ez alatt. Az elismeréseket az esemény szervezője, a Razzia 1942 emlékegyesület osztotta ki. A múzeumot évente csak nem ezren látogatják, mondta a szervezet elnöke. Bozsidár Vojinovics hangsúlyozta, azért, hogy minél több érdeklődőt vonzanak a közeljövőben, bővítik majd az objektumot, egy emlékközpontot kívánnak kiépíteni. Ide topodik nem van egyen visszínió, de to bude kulturološki centar, znači da bude centar koji će biti u saradnji zajedno, možda ćemo uključiti još neke tu institucije, znači institucije kao što su biblioteka, kao školstvo. Az évforduló alkalmával tartott rendezvényen jelen voltak továbbá a szerb pravoszláv egyház, a szerbiai katonaság, a zsidó közösség és a magyar nemzeti tanács képviselői is. Tomislav Nikolić akkori szerb és Áder János magyar államfő 2013-ban közösen hajtott fejet Csúrogon a két nemzet áldozatainak emléke előtt a történelmi megbékélés jegyében. A magyar államfő korábban a szerb parlamentben mondott beszédében bocsánatot kért a II. Világháború idején a magyarok által elkövetett büntettekért. A Sajkás vidéken elkövetett események felelőseit még 1943-ban a Horthy rendszer alatti Magyarországon felelősségre vonták. A II. Világháború után Budapest kiadta Jugoszláviának a fő vétkeseket, ahol háborús bűnösként kivégezték őket. Az 1942-es hideg napok után 1944-45-ben a jugoszláv katonai közigazgatás idején etnikai alapú bíró
bírósági eljárás nélküli megtorlásba kezdtek a partizán alakulatok Vajdaságban. Ennek áldozatául nem csak magyarok estek, hanem másként gondolkodó szerbek is. A II. Világháború végén megtorlás áldozatai lettek a vajdasági magyarok, köztük a csúrogiak is. Az eseményeket követően Csúrog, Zsabja és Mozsor magyar lakosságát kollektív bűnösséggel sújtották, a lakosokat pedig kitelepítették. A szerb-magyar történelmi megbékélés jegyében ezt egy rendelettel eltörölte 2014-ben az akkori szerb kormány.